Mély pontra jutottak az Európai Unió és Oroszország kapcsolatai az uniós külpolitikai főképviselő szerint. Moszkva legutóbb Észtország, Lettország, Litvánia és Szlovákia összesen hét diplomatáját utasította ki. A lépés a Kreml válasza arra, hogy ezek az országok Csehországgal szolidaritást vállalva távozásra szólították fel az országokban működő orosz képviseletek munkatársait. József Borrell szerint az Unió nem nézi a további provokációt. Nem akarjuk az eszkaláció dinamikáját táplálni, hadd tegyem ezt egyszer és mindenkorra világossá. Mindazonáltal meg fogjuk mutatni, hogy nem fogadjuk el a megfélemlítő taktikákat, és egyértelműen kell reagálnunk rájuk, amennyiben megvalósulnak. Szerdán az Európai Parlament a diplomáciai háborúról vitázott, ami után egyes képviselők, így Cseh Katarin is szigorúbb fellépést szorgalmaznak. Az EU-nak többet kell tennie. Azért gyakoroltunk nyomást Borrell főképviselőre, hogy léptessen életbe szankciókat a brüsszeli orosz diplomaták ellen, és gyakoroljon nyomást a német kormányra, hogy állítsa le az északi áramlat építését. Az orosz agressziót fenyegetésként kell kezelnünk, nem maradhatunk csendben. A képviselő szerint szankcionálni kell az orosz oligarchákat, ha Brüsszel ott akarja eltalálni Putyint, ahol fáj. Bár a többség szerint szigorúbb lépések kellenek a Kreml ellen, egy szlovák képviselő úgy látja, a kommunikációs csatornáknak is nyitva kell maradniuk. Partnerség és párbeszéd kell Oroszországgal, de egyértelmű határokat kell húznunk védve érdekeinket és biztonságunkat. Annak ellenére, hogy Ukrajna és Alexej Navalnyi ügyében továbbra sincs előrelépés, Borrell nyitva hagyta az ajtót az Oroszországgal folytatott párbeszéd előtt, mondván a két hatalomnak továbbra is foglalkoznia kell a legfontosabb kérdésekkel.